2012 óta évente két alkalommal Nyíregyháza ad otthont a sportág országos bajnokságának. Az első rendezvényen 67 induló volt, most a jubileumi tizediken 172-en mutatták be gyakorlataikat az Rényi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. A résztvevők 16 egyesületet képviseltek, 5-en közülük pedig Oroszországból érkeztek, nemzetközi jelleget biztosítva a versenynek. A sportág Magyarországon nem tekint vissza jelentős múltra, viszont hazai meghonosítója szerint komoly távlatok vannak a Mediból előtt. Az a kapacitás, az a fajta lehetőség, ami a játék fejlesztésében van, az hihetetlenül nagy és hihetetlen kiterjedt. Egyrészt a másik képességfejlesztés figyelem szempontjából hihetetlenül fontos, ugyanis mi nem sportmozgásokat másolunk, hanem minden évet elképzelünk. Két agyféltekkel szinkronjára törekszünk, játszunk, úgyhogy egyik kéz másik kézzel, két ütő egy labdával, két ütő két labdával. Ráadásul ugye a labdánkat a centrifugális erő tartja pályán, aminek akkor születik meg hatékonyabban, hogyha a testtartás helyes, tehát kiváló testtartás javító korrekciókra képes és alkalmas, ugyanakkor kortól függetlenül játszható, tehát vannak itt 5-6 éves kortól egészen szépkorúakkal bezárólag. A labda például, ha valaki belegondol abba, hogy a centrifugális erő használata mit jelent, bentről kifelé finoman nyújtja a testet, zseniális stresszoldó hatása van, és tényleg képes kiemelni az embert abból a mókuskerékből, amiben a mindennapok egyébként zajlódnak. A Mediból a versenyzők szerint is hozzájárul az életminőség javításához. A szolnoki Leskó Anna a karate mellett tűzi a sportágat. Nem csak egy nagyon harmonikus sportág és nagyon egészséges a testnek, hanem mondhatom azt, hogy egy nagyon komoly önfejlesztés van mögötte, amivel az élet minden területén hatékonyabban élhetünk. Az OB-n 10 kategóriában mérkőzhettek meg a versenyzők. Az első helyet a nyíregyházi Spirit esze szerezte meg, a Spirit Napkor és az Albatros Szolnok György csapat előtt.